Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a mai napon, mit kell, hogy tudjatok. És ez volt az legelső, ami kártya kiesett. Ő hazudott, nehogy már. Ez a csalás, ez a hazugság, de itt a félelem, a rejtés és a misztikus, igen, a füllentés valójában, de azt jelenti, hogy ez valójában szerencse, mert ő neki nagyon nagyok a vágyaid iránytad, és ezt ő titokba tartja, meg itt az új kezdet. Lehet tényleg, hogy füllentett, az nagyon-nagyon meg lehet, és úgy látom, hogy itt jön a levél irányodba, és ez ő tényleg őt teljesen feldobja, idegessé teszi ezt az egészet, és nézd, ahogy micsoda érzései vannak irántad. De még döntő képtelen, és úgy látom, hogy ez a múlt élettel összekapcsolatban van ez az egész közöttetek. Most rakjuk ki persze a kártyákat, 4x9-et, hogy hazudott-e? Nézzük meg, hogy ő hazudott-e? És ez egy kollektív, persze egy kollektív kirakás, és nézd meg, hogy megfelel-e neked. Nézzük, hát ez nagyon fent van, kicsit lejjebb kell, jó lesz így. Igen. Kilenc kártya. És akkor így mindet látjátok. Éj, milyen szépek, ugye, hogy milyen szépek? Nézzük meg, hogy mit is üzennek neked a kártyák, hogy ő hazudott-e. Nézzük meg, hogy hazudott-e. Hát ez most így, ez a beállítással nekem nagyon tetszenek ezek a kártyák. Nézzétek, milyen szépek! Látjátok, így fentről láttok mindent egy az egyben, és engem is láttok persze minden szerda este, ha bejelentkeztek, igen, akkor láttok engem is szerda este. Szerda este láttok engemet. Azt látom, hogy itt vannak még tényleg, itt vannak még a sérelmek. Hogyha hazudott, akkor azért hazudott, mert sérült volt még a lélektársad. Igen. Hát ide néz a hazugságba. Lehet tényleg, hogy megijedt, vagy félt, hogy itt a félelem. Félelem ezektől, a mély érzésektől, és ő ezt már megtalálta a nyitját, de betiltja magának, és letagadta, és lehet, hogy hazudott neked. A tudatalattiba, mint ahogy látod, ő döntő, képtelen, szóval ez a múlt életi dolgokkal van összefüggésben, és azért tartja ezt rejtve itt közöttetek, mint ahogy látod, ez rejtve van tartva itt közöttetek valójában. És mit látok itten még? Hát te, nézd, már várod őtet hosszú ideje, itten erre nézel, itten ránézel a maszkra, vagy szálarcra, és úgy látod, hogy felismered bölcsesen, hogy igen, ő hazudott nyilvánosan, és ez karmikus okokból hazudott ő te neked, hogy letagadta lehet, mert félt az új kezdettől, ami már régen-régen már meg kellett volna, hogy történjen.
itt vagy te is, látod te a vonzó energiádat, és megnézed magadat nőként, igen, és felismered, és a tudatalattidban azt látom, hogy felismered tényleg egy az egyben te saját magadat, és saját magaddal törődsz mostan, jelenleg. Azt látom, hogy azon dolgozol, hogy felépítsed magadnak aztat, hogy valamit magadnak megtegyél, hogy fejlődjél, és hogy kijöjj ebből az érzésből, hogy nem tudod, hogy olyan kiláthatatlan minden, hogy megengedd ezt a mély érzéseket, és hogy ne veszítsd el a reményedet. Te nagyon hajlandó vagy tényleg más irányba menni, teljesen egy más irányba indulni, és megtalálni tényleg azt a komoly kapcsolatot, amire már nagyon vágysz, már nagyon régen, és most bátor vagy itten szintén, és kitartó leszel, ha már akármilyen messzire is van még, úgy gondolod, hogy kitartod és eléred minden kihívást, elérsz egy az egyben. Nála az ikerlángodnál, vagy a lélektársadnál egy gát van, igen. Hogy ő nem tudja átlépni az árnyékát, hogy ő nem mer. Az a téma, hogy ő nem mer átlépni, és ehhez tényleg férfias erősség kell, hogy eldöntse, hogy milyen irányba is menjen, hogy döntést hozzon az irányadba, és akkor ez lesz a szerencse. Úgy látom, hogy nyugtalanít minden nála a szívébe, a lelkébe, ez őtet nagyon felkorbácsolta, hogyha arra gondol, hogy neked egy levelet kell, hogy írjon, és itt az új kezdet, akkor elfogja egy ilyen érzés, hogy tele van honvágyjal irántad, de, szóval hazudni hazudott, és át kell, hogy lépje az árnyékát felét, akkor igen. Itt a szerelem nála, itt a bátorság meg lesz, de itt a bölcsesség is itt van nála, de még ennek idő kell. Hát nálad itt látom a gyűrűt, te attól félsz, hogy nem lesz ebből komoly kapcsolat, attól félsz, te higgyél benne, itt a szerencse. Remélem megtaláltad magad ebben a kirakásban, ha így volt, örülök neked, sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok, egy lájkot, egy kommentot, egy feliratkozást a csatornámra, nagyon sok szeretettel fogadok, köszönöm neked, legyen csodaszép napotok, sziasztok!